Maszkban ülnek a térség politikusai a Nyíregyházára tartó vonaton. A felvételek még augusztusban készültek az új IC Plus kocsi sajtónyilvános bemutatásán. Utazás közben már akkor kötelező volt a maszk viselése, hétfő óta azonban már máshol is fel kell venni a védőeszközt a közösségi közlekedés során. Olyan utas volt a vonaton, aki nem volt hajlandó se a maszkot viselni, se jegyvizsgálóval együttműködni. Ilyenkor a jegyvizsgálónak ugye ki kell zárni az utazásból azt az utast, aki nem viseli megfelelően, vagy egyáltalán nem viseli a maszkot, és ilyenkor rendőrségi intézkedés történik, ami azt jelenti, hogy eddig nem tud tovább haladni az az érintett vonat, amíg a rendőrség munkatársa nekünk erre engedélyt nem ad. Mint a szóvivő beszámolt róla, nem biztatóak az eddigi tapasztalatok. Keddig 10 vonat esetében mintegy 200 percnyi késést okozott az utasok szabályszegése. Nyílt peronokon, az állomásokon, illetve a megállóhelyeken nem kell viselni a maszkot, nyilván lehetséges, de nem kötelező. Ahol kell viselni a várótermeken és a zárt helyiségeken felül, azok az aluljárók, illetve hogyha van egy zárt felüljáró, nyitott felüljárón ismételten nem kell viselni, és ide tartozik a keleti utascsarnoka is, ami hiába nyitott, de olyan nagy az utasforgalma, hogy ott kötelező viselni a maszkot. Egy balatoni vonaton az utas meg is ütötte a vezető jegyvizsgálót, miután az figyelmeztette őt a maszk használatra. A kalauznak orvosi segítségre volt szüksége a vonat, emiatt nem közlekedett tovább. Az esetet rendőri intézkedés követte, a vasúttársaság pedig feljelentést tett. Az állomások területén egyébként vasútőrök szólítják fel az utasokat a védőeszköz viselésére. Aki ennek ellenére sem tartja be az előírásokat, nem csak a maga és utastársai egészségét veszélyezteti, hanem felesleges, elkerülhető bosszúságot is okoz a vonaton közlekedőknek. A szabályok 6 év felett mindenkire vonatkoznak.